Túl nagy. Megérkezett a világ legdrágább technik készlete, amit üzletekben meg tudok vásárolni. Volt is egy elég nagy fölháborodás ezzel kapcsolatban, hiszen a darabszám egyáltalán nem indokolja ennek a készletnek az árát, úgyhogy a mai epizódban megpróbálok arra rájönni, hogy miért is kerülhet ennyibe ez a készlet. Ez itt az Építs Fel, vágjunk is bele! Oké, szóval hát először az már biztos észrevehető, hogy egy bazi nehéz dobozról van szó, és ez ne tévesszen meg titeket, mindig kezeljétek egy pici showval, amikor látjátok azt, hogy egy bizonyos darabszámhoz mennyi érték társul. Ez a 2883 darab tényleg egészen gyászosnak minősül ez a majdnem 300 000 forintos árhoz, viszont azt azért mindig vegyétek figyelembe, hogy például hozzuk fel a Titanicnek az esetét, a Titanic ugye 9000 darabos, és mégis olcsóban tudtok hozzájutni, viszont ez a 9000 darab sokkal kisebb alkatrész, itt látható egyértelműen, hogy bazin nagy alkatrészek vannak benne, úgyhogy hát ez is emeli ennek a készletnek az árát, meg tele van motorokkal, nem azt mondom, hogy megértem, hogy ennyibe kerül, de ez egy kicsit jobban rá tud vezetni titeket arra, hogy ezért adták ezt így, de hát még mindig egy picit túlározottnak érzem. Van egy Liebherr LR 13000 feliratunk, 18 pluszos természetesen, 42-146-os, 2883 darabos, mint ahogy az előbb is már mondtam nektek, és jelen pillanatban 278000 forintért árulják ezt a távirányítású készletet, és itt még egy indok van. Távirányítású készlet, azok mindig drágábbak, mint egy egyszerű távirányítás mentes verzió, és itt az oldalán a méretével is találkozunk, 100 cm magas lesz és 111 cm széles, 6 L-es motor, ami nem is a sima L-es motor, és 2 elemes hub is tartozik hozzá. De ebben mennyi elem fog kell? 12 darab duplás elemet kell szereznem? Az igen. Megfordítván látható, hogy itt bemutatja azt, hogy hát itt bizony majd kell távirányítanunk, és akkor különböző kis logók, kis piktogramok is vannak az alkatrészekhez. Egyből már látom is rajta, hogy például az új motornak az első villái is, nézzétek meg fönn, az első villái is bekerültek ebbe a szedbe. Pocsok ki! Valamiért nagyon fejnehéz. Ja, hát a könyvek miatt. Egy könyv. Na várjatok, ebben egy dobozok vannak. Van egy dobozom. Ezekben csak ilyen dobozok. Na várjatok, ez újdonság. Ebben a készletben nincsen zacskó. Ezekben benne vannak az alkatrészek zacskóni. Na várjatok, ez nagy újítás. Oh, a motorok milyen nehezek. Jesus! És itt az alján van egy legnagyobb doboz. Na mondjuk abban lehet, hogy van zacskó. Mert ez egy egész nagy doboz. Nem hiszem, hogy abban ne raktak volna zacskót. Igen, ebben van. Tehát nem úgy, ahogy az előbb mondtam. Ebben is van zacskó, viszont vannak ilyen külön kis dobozok, amelyekben az új alkatrész van ebben például. Itt is a nagy technika alkatrészek így külön be van csomagolva. Itt is még extra technika alkatrész. És hát végül itt van a motorok, de valami kegyetlen. Egyet bontsuk már, kinézzük már meg mi ez. Ó, itt vannak a súlyok. Ezt nagyon reklámozta a és ezek mágnesesek. Na hát ez miatt ez biztos drágítja a készletet. Összesen majdnem 1 kilónyi extra súly tudunk felrakni a darura, pontosan azért, hogy ellensúly legyen rajta, és akkor a másik végére is nagy súlyokat tudunk belerakni. Itt vannak az L-es motorok is, itt van a két hub is. Hát ez, igen. Ja, ez tuti miatt, ugye, tuti, hogy ez miatt is drágultak, vagy drágult ez a készlet. A csomagban összesen 20 darab számozott zacskóval találkozunk, egy giga matricai. A legdrágább LEGO készletbe beleférhetett volna egy kis printelés, és összesen van 2. Hát elég vastag összerakkási útmutatónk. A második, amivel egyébként a darunak a gémjét kell majd összeépíteni, 276 oldalas, és az első része, ami magát a lánctalp részét és a testet, az lesz 314 oldal, és egyébként természetesen van némi sztorink
a darúval kapcsolatban, kapunk némi kis specifikációt az eredeti darúval kapcsolatban, és hát több oldalon keresztül vázolja fel, hogy majd hogyan is kell távirányítani, és hogy igen, ebbe majd 12 darab duplás elem kell, és egyébként a dobozokban egyébként lesincsenek ragasztva, így benne vannak az új technikelemek. Gondoltam, ezt is így megmutatom nektek, mert ez ilyen érdekes. Á, ebben is van. Ebben is található némi kis zacset, és itt vannak itt benne az extra alkatrészek. Szerintem ez az újítás tök jó. Ez kellett, kevesebb zacskó van így egy-egy készletben. Főleg, hogyha ilyen nagy alkatrészek vannak, fölösleg is lett volna. Úgyhogy így bele vannak ömlesztve ezekbe a dobozokba. Hát egy giga építés vár rám. Hideg élelmiszert bekészítettem. Találkozunk az építés után. Hogy ebbe a készletbe beruháztok, akkor nagy valószínűséggel életetek legdurvább technik élményét fogjátok átélni, és ez nem kifejezetten csak a mérete miatt lehetséges, hanem azért, mert tényleg eléggé bonyolult volt maga az alsó részt összeépíteni, meg a másik a legdurvább, az, hogy 3 különböző hosszúságú madzagot kellett belerakni, amit 83 000 csigán kellett átvezetnem, és tényleg mindegyik ide-oda mennek ezek a madzagok, és szerencsére azért az összerakás elég szépen lerajzolja, hogy ez hogy is kellene normálisan megcsinálni, hát azért nekem sikerült 2-szer belehibázom, úgyhogy újra kellett fűzni, hát szerintem nem is nagyon jött át ez az építési szakaszból, hiszen akkora, hogy nem fért bele a kamera látószökébe, de halljátok szavam, ha ezt összeépítitek, akkor nagyon figyeljetek oda a madzagokra, mert hogyha egy helyen benézitek ezt, akkor nem fog normálisan működni. Hál' Isten minden egyes szakasz végén van egy ilyen ellenőrző pont, leellenőrizheti az összerakási útmutató is, ugye az appnak a segítségével, hogy normálisan össze van-e rakva, és ezáltal le tudjátok ti is magatokat ellenőrizni, hogy normálisan működik-e minden, úgyhogy tényleg ez egy nagyon pozitív dolog, viszont tényleg, még egyszer, nyomatékosan szólok, figyeljetek oda a madzagokra, hiszen az nem gyerekjáték, és még a tetejére, nem gyerekjáték, egy gyerekjáték, értitek, miről van szó? És még a tetejére, hát a mérete sem pontosan annyi, mint az összerakási útmutatóban és az LEGO oldalán, ami föltűnt, hiszen ott a LEGO oldalán 99 és 100 cm magasságot is ír. Hát én megmértem, most ez a legmagasabb állásszög, amiben ki lehet nyitni, teljesen függőlegesen nem tudjátok fölnyitni, itt 105 cm hosszú. Most ide rakom mellé a Saturn 5-ös rakétát, látjátok, hogy még annál is magasabb, pedig az 1 méteres rakétáról van szó, úgyhogy annál még egy picivel hosszabb is, vagy magasabb, és egyébként a hosszát 110 cm-re írják ki, de hát ez is most attól függ. Ebben az esetben most igen, 110 centi, de hogyha leengedem a gémet, sokkal jobban ki tudjátok nyújtani, úgyhogy hát hosszabb is lesz, mint 110 centi, és egyébként 28 cm szélességű dögről van szó, és több mint 4 kg LEGO alkatrész kellett beleépíteni, és hát tele van egyedi alkatrészekkel.
És ha már az összeépítésről van szó, akkor egy nagy fekete pontot kell ennek a készletnek már az elején fölírnom, hiszen az összerakási füzetben valamiért most kihagyták az alkatrészek kiemelését, na, mire is gondolok, elmagyarázom nektek. Ugye az összerakási füzetekben föl szoktak tüntetni ilyen kiemeléseket, mit tudom én, ugye egy észleten belül van 12 hosszúságú, 14 hosszúságú, 16 hosszúságú alkatrész, és hogy ne kelljen mindig egyesével kiszámogatni, hogy most melyik is van a te kezedben, simán csak így ráteszitek a tetejére, és egy-egyes arányban a füzetekben ezek benne szoktak lenni, sokkal jobban megkönnyíti az építés. Na most az ebben valamiért teljesen kimaradt. Egy ilyen drága, egy ilyen bonyolult készletnél ezt egyáltalán nem is értem, hogy ez most miért? Miért nem tudták ebbe is belerakni? Furcsa megoldás ez tőlük, és hát igazából haladjunk is szerintem úgy, mint ahogy össze kellett építenem. Az építési szakaszban szerintem hát ez a legjobb rész, hogyha a bonyolultságra vagytok kíváncsiak. Ez a középső rész volt, ami tényleg Lego finomságnak minősül. Hát itt aztán tényleg tele kellett pakolni minden érdekességgel, és igazából tényleg építési szempontból ez volt a legizgalmasabb szakasza is. Először is látható az alján, már a nagyon kezdeti szakaszban be kellett építeni az első hubot, amiben egyébként 6 darab duplás elem kell, és hát az szabályozza a lánctalpakat, és az, hogy 360 fokba majd ez körbe forog, majd mindjárt mutatom nektek. Aztán ugye meg kellett építeni magát a lánctalp szerkezetet is, mind a kettőnek a végében ott vannak az ellesmotrok, és egyébként 75-75 lánctalp alkatrészt kellett egymás mellé pakolni, összesen 150 darab van ebben a Lego készletben, de igazából látjátok, hogy a burkolat is egész szépen azért föl lett díszítve. Liebherr matricákkal találkozunk itt-ott rajta, és hát láthatjátok, hogy milyen picike az a kis szürke fülke az egész géphez képest. Tehát a valóságban is egy hatalmas nagy jószágról van szó, és egyébként ezt valamivel meg is kell hajtani, és hát itt ez a hátsó rész pontosan arra szolgál, láthatjátok rajta, hogy ilyen szürke Lego alkatrészek vannak oda rakva, amire matricát kellett ragasztani, de hogyha fölemelem, akkor láthatjátok, hogy oda három L-es motor van beépítve, ez a gémnek a mozgását szolgálja, amik rá vannak kötve a második hubra, amiben ugyanúgy 6 darab duplás elem van, tehát ebben a készletben összesen 12 elemet kell belerakni, úgyhogy hát készüljetek fel, jó sokat kell vásárolnatok, és igazából ezek vannak rákötve a motorokra, ez szabályozza a gémnek a működését, erre vannak rákötve az orsók, ezek az orsók is vadonatújan kerültek ebbe a készletbe, sokkal nagyobbak, mint a régebbi. Hát másik technik készletekben is voltak már hasonlók, de azok egy számmal kisebbek voltak, hát egy nagy készletről van szó, nagyon hosszú madzagok vannak, és kell ez a méret, hogy fölbírjuk rá tekerni ezt a mennyiségű madzagot, és utána a hátsó részéhez elérkezve látható, hogy például ez a hub nincsen teljesen lerögzítve. Ugye egy kicsit tudjuk le és felmozgatni, szerintem ez egy ilyen gyroszkóp-szerűen működik, hiszen ha túlsúlyt teszünk rá, akkor egyértelműen látszódik, hogy ez az egész szerkezet megemelkedik, és ez valamilyen szinten megpróbálja megakadályozni azt, hogy fölboruljon ez az egész szerkezet, de hát ehhez mi kell? Ellensúly. Ebben a készletben összesen 24 darab vadonatúj Lego ellensúlyt kaptunk. Hát nem tudom, hogy a Lego ezt miben bírja majd későbbiekben felhasználni, de ebben a készletben összesen 24-et kaptunk ezekből az ellensúlyokból, ami összesen 0,9 kg-nyi ellensúlyt jelent, úgyhogy nagyjából 1 kg-nyi súlyt tudunk majd rátenni a másik végére, vagy lehet, hogy többet is, azt majd mindjárt fogjátok látni. Haladunk fölfele, elérkezünk a gémekhez, ahol, hát ha már új alkatrészek, akkor itt is folytatódnak az új alkatrészek. Az összes sárga alkatrész, amit itt láttok, ez mind ennél a készletnél mutatkozott be. Úgyhogy, hát ha nem is megértjük, hogy miért kerül ennyibe a készlet, de ez lehet az egyik ok, ami miatt ennyibe kerül ez a készlet. Tele van rengeteg új alkatrészsel, tele van nagy alkatrészsel, tele van motorral, van benne két hub, még azok az ellensúlyok is ott vannak, nagy a szerkezet, új madzagok vannak benne, hát sok mindent kellett a Legónak ehhez a készlethez kitalálnia, és gondolom ezt is beleszámolták az árazásába. De hogyha már itt vagyunk a gémeknél, akkor láthatjátok, hogy nem csak egy gémet kapunk, hanem van egy ilyen hátsó része is, ez van gyakorlatilag rákötve az ellensúlyra, sőt láttam eredeti képeket, amikor ez az ellensúlytartó sokkal hosszabb volt, és nem csak ide voltak a hátsó részére rárakva ellensúlyok, hanem a földön is voltak súlyok, hiszen olyan nehéz dolgokat emeltek vele, és hogyha már az ellensúlyokról van szó, azt azért vegyétek észre, hogy itt kapunk ilyen kis gömböket, majd a közeli felvételen gondolom fogjátok normálisan látni, ez az eredeti verzióban szerintem nincsen benne, ide egy ilyen kis alátámasztást kaptunk, hiszen túl nehezek lettek volna a műanyag alkatrészeknek, és hát utána elérkezünk a fő gémhez, ami hát annyira nem is hosszú, mint a valóságban ennél sokkal hosszabbak szoktak tervezni, vagy sokkal hosszabbak szoktak lenni, és hát igazából erre a részre kellett beleépíteni azt a rengeteg madzagot, amit még egyszer kiemelek nektek, kérlek figyeljetek oda,
amikor ezt építitek össze, hiszen hát szerintem ez volt az építés legnehezebb szakasza, hogy ezt a madzagot belehúzzuk, vagy ezt a három madzagot belehúzzuk, hogy normálisan működjön, és hát utána végül el is érkezünk a végére, ahol ide érkeztünk ehhez a csörlőhöz, ami egyébként 360 fokba teljesen körbe forog, matricás is kellett ragasztani az oldalára. Tehát igazából nem is ez a lényeg, hanem hogy hogyan működik távirányítású játékként. Na szóval ahhoz, hogy normálisan működtetni tudjátok ezt a szerkezetet, természetesen a telefonotokra van szükségeltek, letöltitek a Control Plus alkalmazást, amiben már benne is van ez a kis Leapher daru. Miután elindítottátok, egyből szól nektek, hogy nyomjátok be a hubokat. Na most, amikor először elindítjátok, nem ez fog látható itt lenni. Szerencsére ez a füzet olyan füzet, vagy ez az összerakás olyan összerakás, amelyben minden egyes szakasznál fölhívja a figyelmünket az összerakási útmutató is, hogy ellenőrizzük le a dolgokat. Úgyhogy először keresztül kell menni 6 ponton, ami leellenőrzi a szerkezetet, végig megy egy ilyen kis procedúra, megnézi, hogy normálisan raktuk-e össze, és csak utána fogjátok meglátni azt a fő oldalt, amit majd mindjárt mutatok nektek. Be kell kapcsolni egymás után szépen a két hubot, és utána szépen fel fogja őket ismerni. Természetesen Bluetooth-on keresztül működik ez a szerkezet. Én még mindig jobban örülnék, hogy egy normális távirányítót kaptunk volna hozzá, de igazából ebben az esetben ez működik normálisan. Szóval ezt a képet, amikor látjátok, ezt már csak akkor látjátok, hogyha mindent jól raktatok össze. Ha valami hibázik, akkor sajnos ez nem fog előjönni, úgyhogy hát tényleg nem árt minden egyes szakasznál, amikor a füzet is fölhívja a figyelmeteket, minden egyes szakasznál leellenőrizni a dolgokat, hiszen ja, itt azért össze lehet keverni dolgokat. Nos tehát, mivel egy láncszalpas szerkezetről van szó, ezért kanyarodni csak úgy tud, mint egy tank. Hogyha az egyik oldalát nyomjátok, akkor úgy fog szépen fordulni, de hogyha mind a kettőt előrefele nyomjátok, hiszen külön irányítjuk mind a két lánctalpat, akkor úgy tud szépen előrefele haladni. Na most látjátok, hát nem egy nagyon-nagyon gyors szerkezetről van szó, de ez a valóságban sem egy gyors szerkezet, úgyhogy én egyáltalán nem bánom, hogy csak ennyivel tud haladni előre. Egy gigatonnás jószág, ez ebben a készletben is szépen be van mutatva, úgyhogy szerintem ez tök jól működik. És a természetesen 360 fokba is körülbírjuk nyomni, de ahhoz egy kicsit előrébb kell rakni, hogy ne essen le, hiszen ez az asztal nem erre van. És hát látjátok, nem esetleg, király, látjátok, teljesen 360 fokba körbe lehet forgatni a szerkezetet, viszont tényleg gigászi nagy hely kell neki, hát már ezt másodjára veszem fel, előföl is akadt valamiben. Úgyhogy látjátok, 360 fokba szerencsére körbe tudjátok forgatni. Na most ez az alsó hubról működött, ahhoz, hogy mozgatni tudjátok a gémet, ez már a második hubról fog működni, ahhoz látjátok, ezeket a kis joystickokat tudjuk majd használni, például a jobb oldali arra szolgál, hogy leengedjétek ezt a kis csörlőt másikkal, vagyis hogyha fölfele nyomjátok, akkor fölfele fog emelkedni, és igazából a másik oldalon négy irányban lehet ezt az egészet mozgatni, lehet szépen előre, és akkor így leengeditek a gémnek a karját, lehet a másik irányba, akkor visszahúzza, látjátok itt a csörlőket, hogy hogy mozognak a madzagok, szóval ezért kell nagyon odafigyelni, hogyha itt összekavarodik, akkor itt megakad a szerkezet és nem tud normálisan működni, szóval itt vissza lehet szépen húzni, hogyha másik irányba állítjátok, és hogyha fölfele, akkor szépen fölemeli a gémet, ameddig csak lehet, hiszen itt lesz egy pont, amikor megáll, eddig lehet maximum fölhúzni, még a másik irányba lefele lehet engedni, és akkor így is tudjátok mozgatni ezt a gémkart, de gondolom sokkal jobban vagytok arra kíváncsiak, hogy mekkora súlyt is lehet rátenni, és próbálgattam, hogy tényleg mennyi súlyt lehet rátenni, direkt ide be is készítettem nektek különböző kis segédeszközt, ilyen cipőt, ezt azt simán fölemelt, úgyhogy annál sokkal nehezebb dolgok kellenek. Ide készítettem nektek egy kulacsot és egy másik kulacsot. Na most ezt, amikor teleraktam, ez több mint 3 kiló volt, ezt már nem bírta fölemelni, de ez egy ilyen 800 gram környéki kulacs. Ha ráakasztom a kampóra, szépen leengedjük ide a földre. Szóval, hogyha ezt ráakasztjuk, nézzétek meg, de gondolom a borítóképen láttátok, simán fölengedi, vagy fölemeli. Nyilván hallatszódik, hogy a motor azért eléggé szenved, de föl lehet emelni vele, és akkor utána hát akár lehet így irányítani jobbra-balra, de nagyon vigyázni kell, látjátok, hogy az ellensúly miatt, vagy a súly miatt nagyon kileng a szerkezet, úgyhogy én nem javaslok, hogy ennyi súlyt tegyetek rá, de azért a kíváncsiság mozgott bennem, hogy mégis mennyi lehet az a maximum súly, amit rá lehet rakni, és direkt ebbe a kulacsba annyi vizet tettem, amennyi
amit majd mindjárt fogtok látni, azt hiszem 1,2 kilónyi súly van ebben a kulacsban. Ezt most szépen ráakasztom, mert egy kicsit lentebb engedem. És hogyha ez, és ez nagyon szépen be fogja azt nektek mutatni, hogy mi történik akkor, hogyha túl nehéz dolgot, mint hogyha belakadna normálisan. Szóval itt majd látszódni fog, hogy mi történik akkor, hogyha túl nehéz súlyt tesztek rá. Látjátok, borul már a szerkezet. Másik oldalon is azért már egy picit megemelte. De már itt az alkalmazáson is látjátok, hogy ez a súly elkezdett már zöldülni. Ez annak köszönhető, hogy itt van ez a gyroszkóp-szerű hub, vagyis hát igazából annak használja ez a készlet, és látszódik rajta, hogy nagyon-nagyon szenved. Szépen már narancssárga, már vörös, és amikor teljesen a vörös beér, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy ennél tovább nem érdemes, hiszen fölborulna. Na most, ezt egy kicsit ki lehet ám ellensúlyozni, hogyha ráteszitek a kezeteket, akkor látjátok, hogy igazából most emelem, tehát igazából a motrok elbírják, csak nincsen annyi ellensúly rápakolva, úgyhogy hát szerintem egy olyan másfél kiló súlyt rá lehet normálisan rakni. Nyilván egyáltalán nem javasolt, hiszen a motrokat ez eléggé kinyírja, hallatszódik is rajta, hogy mennyire szenved tőle. De azért ez tök meglepő, hogy egy ilyen játékkészletről van szó. Jó, nyilván egy nagyon drága készletről van szó, de azért több mint másfél kilónyi súlyt is föl lehet emelni, úgyhogy lefogjátok a végét. Összegezzünk tehát, srácok, hogyha egy igazi kihívásra vágytok technikkészleteken belül, akkor szerintem megérkezett a legdurvább, amit valaha kiadott a LEGO. Építési élményben tényleg 10/10-es, egyértelműen egy tök jó építési élmény nyújt, kivéve a madzagokat, arra még egyszer, ezt már hanyadjára mondom el ebben a videóban, vagy negyedjére mondtam el, de tényleg nagyon figyeljetek oda, mert hogyha benéztek valamit, akkor minden bukik, akkor lehet előről kezdeni a dolgokat. Szóval építési élményben szerintem 10/10-es a készlet, de hát sajnos eszement drága szetről van szó, de mint már az előbb is fölvezettem, vagy megpróbáltam fölvezetni nektek, ez az ár azért lehetséges, mivel rengeteg nagy alkatrész van benne, rengeteg új alkatrész van benne, rengeteg motor van benne, távirányítással. Eleve a távirányítási rendszer szerintem megdobja egy százassal ezt a készletet simán. Úgyhogy ezért is lenne tök jó, amit már nem is egyszer hangoztattam nektek, hogy mi lenne akkor, ha LEGO kétféle verzióban adnak ilyen készleteket, lenne egy távirányítós és egy nem távirányítós verzió, és akkor ez egy 100 000-rel olcsóbban hozzá lehetne jutni, mert igazából én nekem ez a távirányítási funkció tök jó egyszer kipróbálni, de most tegyétek a szívetekre a kezeteket. Akik ezt a szettet megveszik, azok biztos nem fognak vele játszani, csak összeépítik, hiszen az összeépítési élmény az ilyen készletnél a kihívás, utána felrakják a polcra porosodni, igazából szerintem játszani nem fognak vele, ha csak nem majd bemutatják a haveroknak, hogy nézd mit tud, de ezen kívül szerintem hát olyan sokszor ezt nem fogjátok használni. Nos, srácok, hát ez volt a 42146-os Liebherr-darunak a bemutatója. Ha tetszett, amit láttatok, akkor a lájkokat ne felejtsétek el róla. Ha esetleg még nem vagytok feliratkozva, akkor tudjátok, hogy mi a teendő. Én pedig még egyszer szeretném megköszönni a LEGO-nak, hogy elküldték ezt a készletet. Mi pedig találkozunk a következő epizódban. Szevasztok!